Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a vasárnap is, én Argyelán Kriszta vagyok, és Jakab István egészségbefektetővel beszélgetünk, aki ezúttal már elmondta nekünk azt, hogy miért is jó befektetni az egészségünkbe. Na de mit kell tennünk ahhoz, mire van szüksége a szervezetünknek ahhoz, hogy egészségesek maradhassunk, István? Először is a gondolatokat emelném ki, ugye, mert a gondolatok erejével teremtesz, a gondolataid erejével tudsz magasabb rezgésen bármilyen élelmiszert átformálni, amit a testedbe viszel. A gondolatok erejével tudod megakadályozni önmagadat, hogy bizonyos dolgokhoz hozzányúljál. Mindig megkérdezem, hogy ki az, aki este 10-kor feszegeti a hűtőszekrény ajtaját. Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogyha épp észre végig gondol, akkor tudod, hogy egészségtelen, utána már rosszul alszol, utána már minden bajod van, de a benned lévő óriási nagy társbérlők, albérlők, a mikrobiomod, az, aki kopogtat és azt mondja, vegyünk még, együnk még. De ugyanez van a szerzéssel is. Nézd meg ezt a rengeteg harácsolás, minden nekem, 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 és utána ez ott megjelenik a testelem, a felhalmozott kilókkal, ami a távolságtartása hasonlóan, de folytathatnám a sort, a legfontosabb ugye a gondolatok, a második ugye, hogy mi az, amit megeszel, ugye azt mondjuk, hogy azzá leszel, amit eszel. Én még azt szeretném mondani erre, hogy ezen már túlhaladtunk, azzá lettél, amit ettél. Hogy hogyan lehet ezt visszafordítani, hogyan lehet ezt a beteges éhséget meg gátolni az emberben, ugye ez csak-csak mentális úton lehet, mert bármilyen fogyókúrás szercet, először is ott van rengeteg felhalmozott toxin a zsírszövetedben, amit folyamatosan a fogyókúrák után visszaszerzel, és újból-újból az az igényed, hogy évekre betegél, de ugyanakkor ezt agyi úton, az agyalapi milli programozásával lehet csak elérni, és egyébként, ha megkérdezni, mind dolgozunk, akkor a fogyókúrának ezt a legfontosabb irányát vettük célba, hogy ne legyünk éhesek, tehát, hogy ellen tudjunk állni az éhségérzetnek, a rengeteg szénhidrátnak, és akkor a mozgásról még semmit nem beszéltem, mert a legnagyobb beruházás az ilyen egészségprogramokban egy tornacipő, és ha most letesszük majd a telefon, hiába van most este 7 óra sötét, még megyek egy óriási sétálna. Van különbség egyébként női és férfi egészségmegőrzés között? A női egészség ugye az önfeláldozásról szól, most én az anyáról beszélek, ugye az anyának semmilyen más fontosabb dolga nincsen, nézd meg önkéntelenül, hogyha ott van a kisded az anyamében, áldott állapotban vagy, annélkül, hogy erről te tudnál, a tested mindent odaad ennek a picinek, akár elszorosodnak a fogaid, mert a kálcium magnéziumot odaadja, de a placentán keresztül nem engedi be a mérgek nagyon nagy részét, tehát a női egészség az egy önfeláldozás egészség. A férfi egészség, ha fogalmazhatnék így, ez önpusztító egészségprogram, mert amikor egy férfi igazából nem találja az élet célját, akkor elkezdi magát hedonista módon pusztítani. Hát ez nem feltétlenül az alkohol, dohányzás, mostanában ugye kábítószerek is ott vannak, hanem a túlzottan hajszolt sportolást is idehoznám. Nem csak feltétlenül a rengeteg viagrával eltöltött nemi életet, ami úgyszintén hosszú távon nem az egészséget támogatja. Én a női egészségben azért azt látom, hogy amíg egy nőnek van célja az életben, az igenis nagyon fontos neki az egészsége fenntartása, és amikor nagymama lesz, akkor meg igazából, mert hogy látja, hogy a édeslánya teljesen el van foglalva azzal, hogy egy pótcselekvés, tehát munkába tölti az életét, mert hogy az anyának az lenne a dolga, hogy a családi fészket melegen tartsa, akkor igenis megjön a mamának is a célja. Tehát annélkül, hogy lenne célkitűzésed az életben, annélkül nincsen egészségprogramod. És amikor a férfiak mondjuk 60 éves korú környékén elvesztik azt a bizonyos potenciált, ami miatt úgy érzik, hogy egész életükben ez egyetlen program, amiért érdemes élni, és az nőtől ezt még is kapják, hogy te már nem ér semmit, mint férfi, véget ér ez a motiváció, hogy ő élni akarjon, és ezért a férfiak sokkal korábban meghalnak, mint a nők. Ez egy nagyon érdekes elképzelés, de ezt végig kell gondolni, hogy mennyire fontos. A nő meg folyamatosan kap újabb célkitűzést az életében, pontosan azért, hogy anya legyen, nagymama legyen, és folyamatosan ez az alapprogram, hogy az élet tovább menjen, ez motiválja a nőt, illetve a női egészséget. Köszönöm szépen, Jakab István egészségbefektető volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és ez a beszélgetés is felkerül a Manna FM podcast felületére, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet majd visszahallgatni.